magyar kormány egy ideje billboard kampányokon azt hirdeti, hogy Magyarország jobban teljesít, ami azt sejteti, hogy valami fajta gazdasági csoda történt volna Magyarországon. Vannak helyek a világban, ahol tényleg történt ilyen gazdasági csoda, ázsiai kis tigrisek, skandináviai Írország, de ezeken a helyeken hosszú évtizedeken keresztül jelentős gazdasági növekedés volt. Magyarországon akkor lett volna gazdasági csoda, hogyha az egymás követő magyar kormányok a 90-es évektől kezdődően befektettek volna a humántőke képződésbe, létrejött volna egy olyan társadalom, amelynek magas tudása lett volna, szakmai tudása, együttműködési tudása, nyelvtudása, IT tudása. Ez ugyanis a kulcsa annak, hogy egy társadalom versenyezzen a globális gazdaságban, és megcsípi azokat az álláshelyeket, amelyek magas hozzáadott értéket termelnek, amelyek magas béreket jelentenek, és amelyek magas foglalkoztatást jelentenek. Hogyha ez megtörtént volna, és odafigyeltünk volna a társadalmi szolidaritásra, azaz, hogy ne szakadjon szét Magyarország abban az értelemben, hogy nagyon szűk rétegek számára egy jó minőségű oktatási rendszer, a felsőbb osztályok számára egy jó minőségű egészségügyi rendszer van, de az alul lévők ebből kimaradnak, és gyakorlatilag esélyük nincsen a társadalmi mobilitásra, az álmaik megvalósítására, mert egy nagyon rossz minőségű állami intézményrendszert tudnak csak számukra garantálni helyben. Miközben Magyarország megengedhette volna magának, hogy sokkal kevésbé exkluzív és sokkal inkább befogadó társadalom legyen, társadalmi csoportok tekintetében is, területileg is. Nem ezt tettük, és ezért a magyar bérek elmaradtak, a magyar foglalkoztatás elmaradt, és leszakadó, igazságtalan országot hoztunk létre. Bármikor lenne lehetőség arra, hogy ezeket a folyamatokat megfordítsuk, ehhez azonban jelentősen többet kellene fordítani az oktatásra, az egészségügyre, közösségi közlekedésre, korrupció ellenes fellépésre, önkormányzatiságra, és sokkal kevesebbet kellene költeni presztízsberuházásokra, igazságosabb adórendszert kéne csinálni, és nem szabadna olyan dédelmokat kergetni, mint az olimpia, vagy egyéb más presztízsberuházások, ameddig a humántőkébe való befektetés és a társadalmi igazságosság, a mobilitás nincs garantálva Magyarországon.